egyértelműen az, hogy egy fél idő elején nem szabad hagyni az ellenfélnek, mert az megbosszulja magát, mert az a későbbiek folyamán még közelről sem tudtunk értékesíteni az ígyszereket, úgyhogy nem is érdemeltünk többet a mai mérkőzésen. Volt egy taktikai változtatás, úgyhogy a Babati centert játszott, és a meccs közben is 4-2-3-1-et játszottunk, de utána átálltunk a 4-1-4-1-re. Ez bejött, sikerült úgy azt gondolom nagyjából kivenni a játékból a Varga Józsit és a Dzsudzsákot, akik szervezik a játékot akár mélységből és irányítják a csapatukat. A Dzsudzsi jó formában van és veszélyes játékos, egyetértek, amit nyilatkozott, hogy nem lehet egy ilyen kaliberű játékost leírni. Viszont a mai meccsen annyira nem tudta megcsillogtatni, ami benne van, és erre külön készültünk, mert nyilván az egyik legjobb játékosuk, és ezt megpróbáltuk, hogy kivegyük a játékból. Sokadik meccs, hogy így kezdünk rosszul, tehát ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogyha nagyobb célokért szeretnénk küzdeni, főleg hazai pályán nem. Átalszunk egy fél időt, aztán megint rohanunk az eredmény után, és ez sajnos beleviszi a csapatot abba, hogy elkezdtünk kapkodni, rohanni, úgyhogy ez nem jó. Hát igazából jó, hogy sikerült, lehetett volna előbb is szerintem összehozni a szezon első győzelmét, de összességben örülünk neki. Igazából szerintem a mai meccs volt az, amikor így kimondottan egész meccsen tudtuk hozni, amit szeretnénk, és nem voltak olyan hullámvölgyek, amik eddig előfordultak a mérkőzéseken, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk.